Jeruzsálemet hegyek veszik körül, népét pedig az Úr karolját mindöröktől fogva mindörökké. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyámtól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Testvéri szeretettel köszöntök mindenkit itt Nemesborzován, a református gyülekezet közösségében, az egyházmegyei evangelizáción ezen az estén, és külön szeretettel köszöntöm közöttünk főtiszteletű dr. Fekete Károly püspök urat, és nagytiszteletű Szalai Kont Esperes urat. Örülök, hogy ennyien összegyűltünk, ugyanis nekünk a borzovaiaknak ez egy hálaadó ünnepség egyben. Ez a templom Isten kegyelméből 200 éve fennáll. És a presbitérium és a gyülekezet közösen döntött afelől, hogy így ünnepeljünk. Megkértük Esperes urat, a missziói bizottság tagjait, hogy ezt tegyék lehetővé. Mert nincs annál szebb, amikor egy 200 éves templomot legalább 200 istenfélő ember lakott, vagy tölt be, és dicsér Isten tének szóval. Érezzék jól magukat a gyülekezetünk közösségében, és emeljük fel szívünket az Úrhoz, csendesedjünk el lélekben, és fogadjuk az ige tanítását. Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit, ami segítségünk ennek az estének megáldása és megszentelése is. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, kezdjük Isten tiszteletünket fennálló ének éneklésével. A 425. dicséretnek az első verszakát énekeljük fennállva. 425. dicséretünk első verszaka: Ó Ábrahám ura, hadd áldjuk szent neved. Yeah.
testvéreim, emelkedjünk lélekben a mi Urunkhoz, Istenünkhöz, imádkozzunk az ő megtartó kegyelmében bizakodva. Áldunk és magasztalunk téged, mennyei atyánk, örökkévaló Istenünk, ezért az estéért, a te itteni népedért, lelkészért, gondnokért, presbiterekért, gyülekezetért, hogy megőrizték azt, amit hitvaló őseik 200 évvel ezelőtt kezdtek el. És azért is, Urunk, áldott légy, hogy most különleges módon együtt velük örvendezhetünk. Az azóta is megőrzött, vigyázott te itteni templomodban. Áldott légy, Urunk, azért, hogy te beszélő Isten vagy, és köszönjük, hogy úgy beszélsz, hogy közben valóban megszólítasz bennünket. Ezt szeretnénk kérni ezen a mai estén is, és az elkövetkező estéken, hogy legyen mindig személyes a te üzeneted, hogy mindenki, aki meghallja a harangszavát és elindul, közelből vagy távolból úgy érezze, hogy hozzászólsz, hogy vele beszélsz. Mindenki érezze, hogy jól ismered az ő életének dolgait, szívének gondolatait, a bűneit is és búját, baját. És mivel te ilyen jól ismersz bennünket, kérünk, hogy munkálkodj ezeken az estéken a te szent lelked által. Törd össze balga szívünk bálványait, szabadíts meg Jézus Krisztusban, és adj nekünk benne és vele való életet. Kérünk téged, Urunk, hogy hívj magadhoz, hogy újíts meg, hogy kinek, amire szüksége van, azt úgy add meg neki. Könyörülj rajtunk, Urunk, s légy itt közöttünk ma is középen. Add, hogy minden csendre térjen bennünk és körülöttünk, és add, hogy aki hirdeti, és aki hallja a te igédet, az most is hadd adja neked a szívét. Amen. Szeretett testvéreim, leülve hallgassátok meg azt az igét, amit kaptam, és elhoztam közétek erre az alkalomra. Istennek ez az áldott és szent igéje Máté evangéliumának 11. részében van megírva. A 11. rész 28. versétől kezdve így az Úr Jézus Krisztus mondja: jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Szeretett testvéreim, olyan jó, hogy eljöttetek. Olyan jó, hogy itt vagytok, és olyan jó, hogy én is itt lehetek, mert erre a mostani vasárnap estére is biztos vagyok benne, hogy olyan sok hívást kaptatok máshonnan, hogy ott legyetek. Hogy legyetek az otthonaitokban, a szeretteik között, de aztán talán azt mondtátok, itt is lehetünk együtt. Hogy nézzétek a televíziót, vagy használjátok a számítógépet. Hívogatott sok minden ezen az estén, amit meg lehetett volna tenni. Baráti összejövetelek, énekkarok, egy másik evangelizáció. Sok minden, amit választhattunk volna ehelyett. De mégis olyan jó, hogy jöttetek. Jöttetek ide, bármennyire is hívogatott más, vagy hívtak más felé. És én hiszem, hogy azért jöttünk most mindannyian ide ebbe a drága kis templomba. Mert mindannyian kerestünk valamit a mai napban is, és kaptunk egy lehetőséget arra, hogy ezt megtaláljuk. Kerestünk valamit, amit mind azóta keresünk, amióta az ember az Éden kertjéből kizáratott, amióta ott bezárta Isten az ajtót, és az ember nem tudja, hogy hogyan is találjon vissza,
hogyan is találja meg a helyét a világban, hogyan is lejjen nyugalmat, békességet, hiszen mindaz, ami addig nem volt gond, mindaz, ami addig megvolt, az onnantól kezdve elveszett és gonddá lett. És annyi sok útja van az embernek, amit keresgél az élete során, és annyi helyről halljuk, mostanában különösen, hogy gyertek, jöjjetek. De hogyha az ember ezekre hallgat, ezekre a hívásokra, akkor olyanokat hall, hogy gyertek, nekünk a legjobb kell. Ide az jöjjön, aki a legerősebb. Ide meg az, aki a legjobban tudja. Nekünk az kell, aki a legszebb vagy a legcsinosabb. Nekünk csak a legtehetségesebb kell. És amikor ezeket a feltételeket meghallja az ember, akkor azt mondja, hogy én nem vagyok ez, megyek tovább. Mert valakinek jó azon az ajtón bemenni, mert azt hiszi, hogy az az ő útja, de sokan megyünk tovább. Mert az ember megfáradt, nem csak hogy elfáradt, de megfáradt az élet terheiben, a keresgélésben, a rossz döntésekben, a fájdalmakban, amiket hordozunk. És megyünk tovább, mert kicsinek érezzük magunkat, nem a legnagyobbnak. Megyünk tovább, mert gyengének érezzük magunkat, nem a legerősebbnek. És kérdezi az ember egyszer csak az életében, aki talán már mindent elvesztett. Kérdezi a fiatal és az idős, aki talán önmagát keresi, mert ez is valahogy elveszett, vagy sose találta meg, hogy engem hova hívnak, hova várnak. Van egy hely valahol ebben a világban, ahol én kellek? Van valaki, akinek én kellek? Van olyan, aki nem szab feltételeket, és én is megfelelek? És az ember nem találja ezt a helyet a maga erejéből sohasem. És összetörünk, feladjuk, megállunk, sírunk. Ahogyan Reményik Sándor fogalmaz, a fejünket verjük véresre, koponyánkat, és egyszer csak egy halk és tiszta hang hallatszik, és azt mondja ez a halk és tiszta hang, hogy jöjjetek én hozzám. És tudjátok, ma is mondta. Ma is hallatszott ez a halk és tiszta hang Szatmárban szerte szét. És meghallottuk és jöttünk, mert azt gondoltuk, hogy valami történni fog. Mert egy csoda rejlik akkor, amikor az ember meghallja Jézus szavát, és rádöbben arra, hogy ez valami olyan szó, ez valaki olyantól való, aki nem szab feltételeket, és nem azt mondja, hogy nekem a leg kell, a legjobb, a legszebb, a legvallásosabb, a legtisztább, a legbölcsebb, külső vagy belső tulajdonságaiban a legjobb. Ő azt mondja, nekem te kell lesz. És az ember úgy elcsodálkozva, összeroskadva gondolja azt, hogy én, biztos, hogy én. Én, aki össze-vissza keresgéltem eddig, és nem jó helyeken jártam. Én, aki annyira messze vagyok, nagyon messze. Én kellek, aki, látod, Uram, nem tudok a gyászomtól szabadulni, vagy én, ki vádollak a betegségemért. Én kellek neked, aki lát, kudarcot vallottam a házasságban, vagy a gyereknevelésben. Én kellek. Én, és az Úr mondja, jöjjetek. Jöjjetek én hozzám, jöjjetek, mert nekem te kell lesz, ti kelletek. Ti, hogy végre valahol megtaláljátok önmagatokat. És ez a hely most ennek a helye. És azért olyan jó, hogy jöttetek. Mert meg lehet itt találni az embernek önmagát. Meg lehet itt találni az embernek azt, amit régen elvesztett. Meg lehet találni az embernek valami újat, mert amikor Jézussal találkozunk, az mindig csoda. Mert megtapasztalta te is már számtalanszor az életedben, hogy így van. Jézussal találkoztál, és vitted azt a semmit. Vitted azt a nagyon kicsi valamit talán az életedből, ami te vagy. És mégis áldást adott az Isten. Mégis áldás fakadt abból, mert Jézussal találkoztál, és valami egészen újat mutatott neked, amiről addig azt gondoltad, hogy az semmi. Ő megmutatta, hogy dehogy nem, az valami. Abban te vagy a leg, hiszen te nálad, a szeretteidért ki tudna jobban imádkozni.
Te nálad ki tudná őket jobban szeretni? Te nálad ki tudná azokról, akik rád vannak bízva, hogy mire van szükségük? Hát újra fedezd fel! Fedezd fel a te utadat! És Jézusnál csodák történnek, mert tudjátok, annak idején 200 évvel ezelőtt azok az emberek is, akiknek itt nem volt templomuk, találkoztak Jézussal, meghallották ezt a hívó szót, és amikor azt mondta Jézus, hogy vegyétek fel az én igámat, akkor nem ijedtek meg, hogy ez valami újabb teher, vagy micsoda ez, Uram, hogy mit akarsz én velem még, hanem jól tudták, hogy ez azt jelenti, hogy az Úr igába fogja magát velünk együtt. Amit az Úr ad nekünk, a személyre szabott és szeretettel van bélelve, az nem lehet több, mint amit elbírsz. Az csak kevesebb lehet, mert ő megfelezi a terhedet. És azt mondja, hogy jöjjetek, és én megyek veletek tovább. És mivel emlékeztek rá régi időkből, akik 200 évvel ezelőtt éltek, biztos emlékeztek erre, és tudták ezt, hiszen ilyen volt az ő életük, így munkálkodtak igás állatokkal. Az iga két állat részére készült régen, az egyik erősebb volt, a másik meg gyengébb. És azért volt ez így, hogy együtt húzzák a terhet, és odaérjenek, ahová oda kellett érni. És a régiek tudták ezt, hogy Jézus erről beszél, hogy ilyen az a teher, amit nekünk hordozni kell, ha már vele együtt hordozzuk, hát hogy ne lenne ilyen, hiszen ő már elhordozta értünk. Ő viszi a nagyobb részét, ő már megtette azért a teherért, azért az életért, azért az útért, amit meg kellett tennie, önmagát odaáldozta érte. Így van ő benne az életünkbe, és ezért születnek csodák, mert ha az ember rádöbben erre, akkor templomok épülnek a semmiből, a kicsiből. Hát gondolhatjátok, hogy 200 évvel ezelőtt milyen volt a nemes borzovai embereknek és sok más embernek itt Szatmárban, akik nekifogtak templomot építeni. Gondolhatjátok, hogy kevesük volt, és még annál is kevesebb, és mégis megkezdték, mert tudták, hogy Jézussal kezdik, hogy ez a Jézus útja, és ezen csak áldás lehet, semmi más. És megkezdték, és felépült itt is a templom. És mi történt azután? Voltak mindig gyülekezeti tagok, voltak áldott lelkipásztorok, meg áldott gondnokok és presbiterek, és nem hagyták annyiban, nem hagyták lerombolni, hanem renoválták, fenntartották, gondoskodtak róla, hogy megmaradjon az utókornak. És amikor itt is elvitték a harangtornyot, a haranglábat, akkor mi történt? Nem hagyták annyiban. Gondoskodtak róla, hogy újra legyen ugyanolyan, mint a régi. És 16 évvel vagy 17 évvel ezelőtt ez meg is történt, hogy erdélyi mesterek megépítették a mását a réginek. És van újra harangtorony is, hogy szóljon, szálljon messze a széllel a harang szava. Itt nemes borzován, és hallják az emberek, hogy lehet jönni valahova, ahol csodák történnek. Lehet jönni valahova, nagyon messziről is. Mert azt hiszi az ember, hogy én sose érek oda. Sose érek oda Jézushoz, sose érek oda, ahova el kell érnem, mert én olyan messze vagyok. Van, aki talán így gondolja közületek, a bűnei miatt, az elrontott élete miatt. De tudjátok, Jézustól a távolság mennyi? Csupán egy imádságnyi. Csupán egy halk fohásznyi. És már is ott vagy, ahol lenned kell. Ott vagy egy olyan úton, egy olyan helyen, egy olyan ajtón mész be, ahol élet fakad. És azért van erre most is szükség, drága testvéreim, mert most is szükség van új templomokra. És még nagyobb szükség van arra, hogy a régi templomokba élet költözzön. Most is szükség van a te két kezedre, aki valahol gyülekezeti tag vagy, vagy gondnok, vagy presbiter, vagy lelkipásztor. Szükség van a te szádra, szükség van a gondolataidra. Te rád van szükség. Te rád van szükség, hogy új élet fakadjon ott is, ahova téged helyezett az Isten. Hogy ne folyton csak könnyek legyenek ott. Ne folyton csak az hallatszon, hogy mit vesztettél, hogy mit rontottál el.
Te rád van szükség ahhoz, hogy ott, ahová helyezett az Isten, ma is megmutatkozzon az, hogy nem hiába szól ez a drága hívó szó az Úr Jézus Krisztustól. Hogy legyen ott legalább egy valaki, aki meghallotta. Legyen ott legalább egy valaki, akinek a szívéig elért, légy ezt te magad. Legyen ott legalább egy valaki, akin keresztül tud az Úristen munkálkodni. Azokkal a gyönyörűséges terheivel, amiket ő ad, csak is ő tud nekünk adni. Mert kérdezem én, drága testvéreim, teher neked szeretni? Teher neked adni? Teher neked mosolyogni? Néha azt érezzük talán, hogy igen. De miért van ez? Azért, mert a forrástól egy kicsit távol kerültünk. Azért, mert talán valóban megfáradtunk abban, amit tennünk kellene. Azért, mert talán valóban nem azt a szót, nem azt a hívást hallottuk meg, és halljuk meg néha, amit meg kellene hallani. De most itt vagyunk. És adja Isten, hogy holnap is meghalljuk a hívást. Adja Isten, hogy amikor nem lesz evangelizáció, akkor is meghalljuk az ő halk és tiszta hangját. Meghalljuk azt a lehetőséget, hogy van egy hely, ahová én kellek. Én úgy, ahogy vagyok, hogy aztán le tudjam tenni a terheimet, hogy aztán ott, ahol én azt hittem, mindennek vége és minden meghalt, új élet fakadjon, hogy ott csoda történjen, és lám velem, bennem, és az Isten még úgy is munkálkodni tud, hogy általad. És én azt gondolom, drága testvéreim, hogyha ezt hagyjuk az Istennek, ezt a munkálkodást, akkor valóban épülnek most is új templomok. Talán nem kőből, de szívekben. És megújulnak a gyülekezeteink, megújulunk mi magunk ezáltal a szolgálat által. Olyan jó, hogy itt vagytok. Olyan jó, mert Isten ma sem kényszerített, hanem csak hívott. És olyan jó, mert adni akar a közösségben, adni akar ebben az estében, adni akar egymásban, az ő igéje által is, az énekekben, hitvalló őseink cselekedetei nyomán adni akar, hogy épüljünk mindannyian. S adáljon itt, mivel ő jól tudja, jobban tudja, hogy mire van szükségünk, és mi lesz nekünk a legjobb, hadd álljon itt végezetül Füle Lajosnak egy verse, amíg hallod az Úr szavát, ez a címe. Torzót mutathat életed, hullhat fejedre durva vár, amíg hallod az Úr szavát az életedhez, van remény. Amíg hallod az Úr szavát, harcolnod, hinned érdemes, mert éjszakádnak vége lesz. Hetedszer is fölkelsz azért. Amíg hallod az Úr szavát, az ő házához tartozol, és ha mindent el is tékozol szíved, szívőre visszatér. Olyan jó, hogy eljött. Úr Jézus Krisztus, áldott légy a te szeretettel vélelt szavaidért. Áldott légy azért, hogy együtt hallhattuk most is. Áldott légy azért, hogy talán nem hiába hallatszott a te hangod. Úr Jézus Krisztus, könyörgünk, hogy légy az életünknek úgy vezére, hogy megtaláljunk téged, amikor meghallottuk a szavadat. Könyörgünk, hogy te magad légy az út, amelyen az életünk a halálból az életre jut. Könyörülj rajtunk, és legyen velünk a te áldásod. Amen. Mondjuk el együtt, szeretett testvéreim,
az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Istennek népe, légy erős és bátor, ne félj és ne aggódj, mert veled van az Úr mindenben, amiben csak jársz. Amen. A 458. dicséretet keressük meg és énekeljük. A 458. dicséretünket énekeljük. Végig mind a négy versével. Aki értem megnyíltál, rejtse ó örökkő szám. Köszönöm
nagytiszteltő keresztény Szemán Szilvia nagytiszteltő asszonynak az ige hirdetését. Köszönjük ezt a lélektől lélekig szóló ige hirdetést, és én, mint lelkipásztornő és mint édesanya is, köszönöm a könnyeket. Teljesen átéltem, amit mondott, és értettem az üzenetet, és éppen azért, mivel tudom, hogy a saját terheinek a hordozását is kéri az Úr Jézustól, ezzel az igével szeretném biztatni, hogy minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. Tudom, hogy nagyon megvan terhelve a nagytiszteltő asszony is, ebben a hitben éljen, hogy az Úr Jézus tényleg hordja az itt a másik fején a nehezebbik terhet. Köszönöm szépen. És gondokhoz szeretne még kereskedni. Nagy tisztelettel és szeretettel megköszönjük a szolgálatot, további jó ügyészséget kívánok. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehet. Kedves testvérek, nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit Szatmári Református Egyházmegye elnöksége nevében. Ha jól emlékszem, Gondlok úrral, meg annak idején polgármester úrral is sok mindenről beszélgettünk, Nemes Borzovát illetően, és az emlékeim, már most nem kérdeztem rá erre, azok azt súgják, hogy valamikor csak hídon lehetett bejönni a faluba. Voltak olyan idők, amikor csak egy hídon lehetett bejönni. Azért, hogy az ember az otthonát, azt a helyet, ahol jól érzi magát, azt a helyet, ami az övé, vagy neki készítetett el, vagy készítették el az ősei, azon legyen, vagy ott legyen. Hát most mi is úgy gondolom, hogy bejöttünk erre a szigetre, erre a gyönyörű, szép szigetbe, ebbe a templomba, mi Püspök úrral a délutánt Kispaládon töltöttük, ami az Egyházmegye második legnagyobb temploma a Nagyecsedi után, most pedig eljöttünk mi is ide a magunk útján az egyik legkisebb templomba, azért, hogy otthon legyünk, és ti is eljöttetek a magatok templomából, vasárnapi istentisztelete után a magatok közösségéből, azért, hogy itt ebben a közösségben újra otthon legyünk. És minden istentisztelet, ahogyan sokszor szoktuk ezt felemlegetni az ige alapján, az valahol az Isten országára való mutatás, az Isten országának valahol az előképe. Akkor, amikor ilyen szépen tudunk együtt énekelni, mindenféle kíséret nélkül, meg majd lesz olyan este, amikor kísérettel, akkor, amikor együtt tudunk imádkozni, akkor, amikor az ige fényében vagyunk együtt, hogy a mi megerősítésünkre legyen, az úgy gondolom, hogy mindannyiunknak hatalmas dolog. A szigetre, a hídon lehet bemenni. Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És minden evangelizáció itt Szatmárban is arról szól, hogy ezt az utat a szigetre, a mennyországba vezető utat Jézusban és Jézus által találjuk meg. Én ezt kívánom nektek, és ebben a reménységben leszünk együtt a hét hátralevő három napján. Hétfőn Sonkádra szeretném hívni a gyülekezeteknek a közösségét, az is egy kicsi templom, egy kicsit messzebb van. Persze, akik ott laknak, azoknak közelebb. Nem kell önmérsékletet tanúsítani, ott is lesz kinti sátor, kinti hangosítás, tessenek nyugodtan eljönni. Este 6 órától kezdődik az evangelizáció. Lucskiné Krokavec Márta fogja Isten igéjét a tunyogi gyülekezetből hirdetni. Aztán a rákövetkező napon, kedden lépünk egyet, és Urába megyünk, az is egy viszonylag kicsi templom, de ezeknek az evangelizációs mostani istentiszteleteknek az is a célja, hogy azok a gyülekezetek, akik, hát itt Nemesborzován is ugye 80 páran laknak életvitelszerűen, azoknak is nyújtsunk valahol egy olyan közösségi élményt, hogy milyen az, amikor teljesen tele van a templom, és milyen az, amikor 200 vagy 250 ember
mert az én ítéletem szerint ennyien lehetünk most együtt, együtt énekel és imádkozik. Tehát urába is várjuk szeretettel a testvéreket. Nagy György, Máté Szalka kertvárosi gyülekezet lelkipásztora fogja Isten igéjét hirdetni. És aztán az utolsó napon, ugye 4 napból áll az evangelizáció, Györtelekre megyünk, az megint egy másik körzet, egy kicsit talán nagyobb templom, és Kálmán Dávid, a mételeki gyülekezetnek a lelkipásztora fog közöttünk szolgálni. Erre a mostani őszi evangelizációra nem hívtunk külsőst, hanem a mi embereink hirdetik Istennek az igéjét, és úgy gondolom, hogy jól van ez így. Isten áldását kérem a gyülekezetre, Szatmár népére. A mai persejpénzünk és minden napi persejpénzünk az ott fog maradni, ahol az evangelizáció van, tehát ezzel is igyekszünk segíteni a kis gyülekezeteknek. Szeretett testvéreim, előbb énekeljük el a 457-es dicséretet, aztán pedig a 455-ös. Szerintem annyi időnk van, hogy még ezt a két éneket szépen elénekeljük, és aztán az utolsó versszakoknál majd mi, a lelkipásztorok, hát talán mind a két ajtót megtámadhatjuk, úgy gondolom. És ki fogunk vonulni, és kezet fogunk mindenkivel. Tehát először a 457-es dicséret, hogy Jézus árva csendben az ajtót. Jézus árva. Testvérek, olyan jó, hogy itt lehetek veletek. Köszönöm az igét,
és azt a lehetőséget, hogy a Tiszántúli Református Egyházkerület többi 413 gyülekezete nevében köszöntetem azt a gyülekezetet, amelyik 200 éves templomáért ad hálát. Ez a templom arról beszél, amit a mai napra előírt 45. Zsoltár olyan gyönyörűen költőjén megfogalmaz. Ez a Zsoltár egy olyan királyének, amelyik arról beszél, hogy ennek a királynak, az Isten emberének a műve a királynak szól. Hogyha ezt a templomot közelebbről megnézzük, minden porcikája míves. Nem csak a szószék, meg a Mózes szék, hanem minden padnak az eleje, a mennyezet, a karzatdíszítés, a külső arányok, nem is beszélve a harangtoronyról, ami hozzáillik. Művem a királynak szól. Ez az a jelige, amivel Szatmár népe megajándékoztatott, mert ami következik a többi estéken, az Európa Nostra Díjas templomok egyik, a Sonkádi, meg a többi, az Urai, a Győrteleki, különböző korszakoknak a lenyomatai, de az Isten háza, a királyé, a királyok királyáé. Olyan jó, hogy eljöhettem egy szolgálattal teli hétvége után. Én nekem biztos, hogy nagyon jól esett ez a mai ige, mert van teher, de van boldogító teher is benne, meg reméljük, hogy áldott teher is. A terhekből, a teherhordozásból születik az élet. Ahogy szétnézek, bár nagyon szép számmal vagyunk itt férfiak, azért a hölgyekből többen vannak. És hogyha valakik tudják, hogy mit jelent terhet hordozni, akkor ők tudják nekünk megmondani, hogy aki terhes, az nagyon szegény. De aki áldott állapotban van, az a leggazdagabb. A mi Urunk is először tehernek tűnt, de amikor megszületett, akkor áldássá lett. És nem csak Máriának, és nem csak Józsefnek, nem csak a saját testvéreinek, vagy a saját hazájának, hanem ennek a világnak. Ezért lehet róla mondani igazán, erről az áldott fiúról, hogy ő hordozta el a világ összes terhét, benne a miénket is. Még azt a terhet is, amit most nem érzünk, vagy nem tudunk, hogy jön. Nagyszerű dolog, ez boldogító. És köszönjük a mai igét. Olyan jó, hogy eljöhettem, mert most azt tapasztalhattam meg, hogy amikor az ember nem a szószéken áll, hanem igét hallgat, akkor is igaz, hogy tovább hullámzik, amit meghirdettünk, egy egyszerű programmal hirdesd az igét. És higgyétek el, hogy elsősorban nem arra van szükség először, hogy kívülről hívogassunk befelé másokat, hanem arról van szükség, hogy mi erősödjünk meg. Mert amikor elfogy a falu, amikor ürülnek ki a települések, de még ott van a néhány gyülekezeti tag, annak épp úgy szüksége van a megújulásra, a mindennapok terhének az elhordozásához erőre, mint aki fiatal, szárnyal és a fővárosban, meg nyugaton, meg ki tudja hol a világban boldogulni akar. Minden élőnek szüksége van az éltető igére. És ezért jó, hogy van evangelizáció, hogy több estén keresztül, több helyszínen szívhatjuk magunkba azokat az energiákat, amelyeket mások másfelé keresnek, más energiagazdáknál,
nekünk egy erőforrásunk van, az a Jézus Krisztus, aki elhordozta a világ összes bűnét és terhét. Olyan jó, hogy eljöhettem, és hogy itt vagytok. Legyen így minden estén, adjon igét, legalább annyi üzenetet, mint ma, ami mindenható atyánk, és akkor lesz megújulás, mi fogunk megújulni, és mondhatjuk, hogy Uram, rajtam kezd. Ha ez így lesz, akkor mások is észreveszik, és mások is rá fognak érezni arra, hogy érdemes az Isten égébe belekapaszkodni. Ha viszont rajtunk nem látják, akkor nem lesz nekik olyan kapaszkodó, aki ő felé mutat. Erősödjetek meg a Krisztusban, hogy tudjatok másokat is erősíteni. Én nekem megérte ma este eljönni. Köszönöm, hogy veletek lehetek. Megköszönöm Esperes úrnak és Püspök úrnak is a kedves és bátorító szavait és egyben tanúbizonyság tételét. Szeretettel akarok mindenkit meginvitálni egy nagyon szerény kis szeretett vendégségre a polgármesteri hivatalnak a nagy termébe. Kérem, fogadják el a gyülekezetnek a meghívását. Mi így is hálát adunk az Istennek, hogy abból a kicsiből is szeretettel adunk mindenkinek. Tessenek elfogadni a meghívást. Köszönöm. Köszönjük szépen, fogunk vele élni, de ez nem kötelező, tehát az elkövetkező már résztvenni se kötelező rajta, de nagy szeretettel várunk mindenkit, meg a következő gyülekezeteknek sem kötelező, tehát nem, ez csak úgy jött, mint annak idején a Kispaládon, hogy ott is meghívták az egész gyülekezetet, pedig nem mondtuk, hogy hívják meg, de hát ez egy szatmár. Testvérek, akkor a 455-ös dicséretet, annak az első öt versét énekeljük el, és aztán a kivonulásban majd annyi segítséget kérnénk a testvérektől, hogy majd a székeket kellene legelőször kivinni, abban egy kis segítség, hogy legyen út, hogy ki tudjunk menni, és akkor azon az ajtón kellene elhagyjuk a templomot egy készfogással egyetemben. Testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az ég, ez már valóság.